Üdvözlök, ismétel mindenkit! Olyan napon is egy böngészőben lesz mutatva. Nem más, mint egy ilyen Firefox alapra gondoltam. Elég sokat hallottam már róla. Nem, Firefox lesz, hanem más lesz, mint az a Sea Monkey. Mit is tud, mire képes, ki fog derülni. A Firefox böngésző. Az már a Simon. Munkáj! Nagyon sok mindenet tudod. Kettő bites verziója van. Jó jel, hogy nem annyira kéri meg. De van neki 64 bites is. Nekem mindig elég a X86-os, ami 32 bites. Itt nem az a nem mekkora bit számok, hanem hogy mennyire is milyen jó funkciói vannak neki. Elnézem a weboldalnak. Gyorsan letöltötte, azt jelenti, hogy git szerveren volt. Vagy SourceForge-on. Most fel fogja telepíteni az addonját neki, milyen kiegészítők is vannak hozzá. Hát, ez sem nem működik. Kettőtől 2.40, 2.49-ig. És majd a böngészőben meg lehet látni, mit is lehet rá rakni. Mozilla alapokon van, nem, Google Chrome, Chromium, Rotorom van, lesznek jócskán különbségek rajta. Eddig, ami be voltak mutatva, az mind-mind Chromium alapon voltak. Kevés idő, és mindjárt fog indulni a tesztelése. Hát, előző időkból is említettem, hogy miért is lett ez elkezdve a tesztelés, mert a Google Chrome-ról azt hittem, hogy mennyire jó, közben meg kiderült, hogy mennyire nem jó. Külön kell venni céges verziót, nem pedig lenni ilyen köznépnek szánt verziók. Jaj, de jó! Mert azért, mert a köznép átlagban hibázik. Folyton oda-vissza kapcsolják a számítógépet, az is jó. Egy hamat tönkre megy a HDX, és veszed a másikat. Ilyen egyszerűen. Nem azért van a számítógép, hogy oda-vissza lehessen kicsavargatni, vagy ilyen irodai gépek. Azok nincsenek elcsavarva, egy héten egyszer talán. De egy átlagos köznép felhasználó azt élvező bekapcsolja, két-három olaszánként oda-vissza kapcsolja, és meghibásodik a gép. Úgy megy a leghamarabb tönkre, ez nagyon jó a gyártóknak. És minek kellene a Google Chrome-nak két nap után leállni a régebbi verzióknak, minek a négy óra hossza is, négy óra hossza után újraindul, fölösleges. Úgy is a közfelhasználó azt érezze, hogy oda-vissza kapcsolgassa, minek kell tudnom, milyen hibák vannak benne. És azért vannak ezek a tesztek, elindult, vagy el fog indulni. Beszárom. Ez a szé. Munkáj! Most indul el a felállta neki.
S képes. Hogy kiegészítők. Jobb vezokan nincsen idejé. Nem. Kompatibilis. Onnál jobb, ha minél kevesebb. Kiegészítők vannak. Nézzük önmagába, mire is képes. Mozilla Projektom van. Mozilla 5.0-as verzió. Firefox 60-ason. Meg ezt a Gecko-t. Gecko 2010-1.1-es verziót tartalmazza, meg a Seamonk egy 2.53.4-es. Ez a neve neki. Van, hogy mik is van rajta. Mozilla a fő támogatója neki. És akkor nézzük meg, hogy mit is tud. Miket nem. Itt van ez a beállítása neki. Van ilyen Development Manager. Témát lehet kiválasztani. Hogy is nézzen ki. History. És lehet kapcsolni aztat, hogy megjegyezze, vagy jegyezze meg. Ennyi, ki van kapcsolva. Itt van az internetkereső. Let's go. Legyen a globál verzió. Lehet blokkolni a kókakat. Jó néz ki. Most fog derülni, hogy mire is képes. Ma böngészőmet. Böngészőben a webcsatornámat. Mit is fog kidobni? Ilyen videók jönnek be. Játán ne fogja tudni játszani. Vagy nem.
Nézd ezt a feliratot, hogy van stimmel rajta. Nagyon. Valamiben van a videóban vagy. Most mit is feliratozol? Milyen feliratot? Írtak hozzá! Ezt majd le fogom ezt a linket ellenőrizni, valami nem stimmel nagyon rajta. Ilyen, hogy sutot nem mondtam. Úgy néz ki, ez a böngésző le tudja játszani a YouTube videókat is. Hát, eléggé jó bejön. Van külön neki ilyen e-mail cím kezelője is. Akadozik rajta. Vannak kapcsolva a kókok, cukik. És ez nagyon jó. Böngésző, ja, mint a Google Chrome. Egyszerűbben néz ki. Jobb. Ennyi lett volna ez a mutatása. Ajánlani tudom nektek, hogy ezt a webböngészőt napi szinten is fel lehet. Dolgozni lehet rajta. Vannak ilyenek, kódot lehet rajta írni. Szövegszerkesztő is van rajta. HTML kódíró itt van. Minden tud ez. Ez a Composer. Akkor van külön e-mail cím része is neki, ha jól láttam. Jó, ez a levél fog lenni az. Ahol le lehet nézni. Levelező rendszer. Letirkálni üzeneteket. Szóval ismét a figyelmeteket, szevasztok!